nem vesz részt az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom az előválasztásnak nevezett náci liberális kapitalizmust akaró mutyibohózatban, jelentette ki a pártelnöke. Szanyi Tibor hangsúlyozta, az ellenzéki előválasztás során kialakult vitákat az egyenlő erők hiánya okozza, a korábbi baloldal széthullásával pedig az egykori baloldali szavazótábor is elaprózódott. A politikus beszélt arról is, hogy aki baloldali, az elutasítja a nácizmust. Azt gondolom, hogy aki baloldali, aki egyáltalán bármilyen értelemben úgy érzi, hogy köze van a baloldalhoz, aki baloldali gondolkodású, hitvallású, értékrendű ember, az egészen bizonyosan, és ahogy itt utalnék Szőlősi Icának a mondandójára, az egészen bizonyosan nem és soha a nácikkal semmilyen mutyiban, közreműködésben, együttműködésben nincs.